Ez a gumiból készült és vízzel feltöltött mobilgát védi ezt a Dunaszekcsői utcát. Ez van legközelebb a Dunához. Többször fenyegette őket a magas vízállás az elmúlt években, évtizedekben, mondja egy itt lakó név nélkül. A 65-ös akkor úsztunk, 2002, 2006, 2013, és akkor most. A 2002-es az nem volt olyan jó védekezés, és a 2013-asnál már nagyon jól ki volt dolgozva. Az idei árvízvédelmi előkészületek a legjobbak, mondja a Dunaszekcsői nő. Nagyszerű a védekezés. Ez az eddigi legjobb és a leggyorsabb védekezés. Tehát ilyen profin még egyik évben sem volt. Akkor nem tetszik félni, hogy itt valami kárt okozhat nem. A víz? Megvan a kapcsolattartóm. Katasztrófásokkal, akivel akármikor tudom kapcsolatot tartani. 950-es szám az oszlopon. Itt lenne a víz felszíne, ha ilyen magasságon tetőzne a Duna településnél. Az előrejelzések azonban ennél kedvezőbbek, és a tetőzést a jövő hétre várják, mondja a polgármester. Jövő héten szerdára várjuk a tetőzést. Most már azért biztosabbat tudott a vízügyi igazgatóság is már jelenteni előrefelé. Itt most 920 cm körül. Ugye fölöttünk északra a Gemenc található, ez egy nagy kiterjedésű árterület, hál' Istennek a mi szempontunkból. És mivel fönt a Dunának a vízgyűjtő területén nincsen további esőzés, ebből kifolyólag ugye gyorsan lefolyó víz, a Gemenc ugye a nagy részét felveszi, innentől kezdve most már pontosabb adatunk van. A védekezési munkálatokat a terepen kedden kezdték meg. Nehezítette a víz a homok beszerzését. Egyszerre kellett megszerveznünk homoknak a leszállítását, a szükséges eszközök beszerzését, az embereknek az ellátását. Tehát ebben az árvízi védekezésen a kedv volt a legnehezebb, már csak azért is, mert a homokbányát szerdán elöntötte víz, tehát a homokot kedden be kellett szállítassuk. Tehát itt akkor nagy kamionok érkeztek, meg homokzsákokat kellett beszerezni, hál' Istennek a vízügy is nagyba segítségünkre volt ezben. Jelenleg 95%-ban elkészültek azok a védelmi vonalak, amik szükségesek a sikeres árvízi védekezéshez. Ennek ellenére lesznek olyan ingatlanok, amelyekbe be fog törni a víz, mondja a településvezető. Közvetlenül a Dunaparton vagyunk, vannak nálunk is üdülőterületes placok, területek. Ezeket nem tudjuk mind bevédeni. Tehát egyszerűen fizikai képtelenség, illetve annál a vízmagasságnál indulva egy óriási munka lenne ez. Na most innentől kezdve van egy olyan utcánk, ahol két sor házat ilyen szempontból nem tudunk megvédeni, viszont azok úgy lettek már építve, hogy ajtók kinyitnak, vízbe folyik, vízbe kifolyik, a tulajdonos egy takarítás után gyakorlatilag újra tudja hasznosítani, vagy használni az ingatlanját. Viszont azért csak van 250 lakóház is, amelyik ezen a védett területen van, 1400 méteren védekezünk. Az izraeli nagy terület ilyen szempontból. Az előrejelzésekben bízva jövő hét csütörtökre, péntekre már levonul annyira az ár, hogy nem kell további károktól tartaniuk a dunaszekcsőieknek. A homokzsákok töltésében, a gátak építésében mintegy 200-260 ember segített a településen. A vízügyesek és a katasztrófavédők mellett önkéntesek is kivették részüket a munkálatokból.